Kávéfüggő lettél? Majd elalszol a fáradtságtól? Csak bámulsz ki a fejedből? Tudom. Látom rajtad. És azt is tudom, hogy mi az oka. Én. Én vagyok az oka. Így nagybetűvel. Én. Én irányítalak. Irányítom a gondolkozásodat, az érzéseidet, a szavaidat, a tetteidet. Még a pihenésedet is irányítom. Egész nap manipulállak. Egy perc nyugtot sem hagyok neked. És én élvezem. Hogy te nem, az nem érdekel. Minden sikeres manipulációm növeli az önbecsülésemet, a hatalmi érzésemet, a hatékonyságomat feletted. Most megsúgom neked, hogy mitől vagy fáradt. Egész nap értem éltél, engem szolgáltál. Kinyertem belőled az energiát. Az enyém volt az időd, a türelmed, a figyelmed, a csodálatod, az engedelmességed. Mindent nekem adtál, és én kicsavartalak, mint egy szivacsot. Most szeretnél pihenni, feltöltődni, megnyugodni, és egy kicsit magaddal is foglalkozni. De én ezt nem engedhetem. Te sohasem lehetsz fontos. Nem kerülhetsz önmagad középpontjába. Éjjel-nappal engem kell, hogy szolgálj. Ha nyugodtan alszol, az azt jelenti, hogy elfelejtkeztél rólam. Nem látsz, nem hallasz, nem figyelsz rám. Az erődet magadnak tartogatod, és ezt én nem engedhetem meg. Számodra csak én lehetek a középpont. Te a forrásom vagy, és szüntelenül a rendelkezésemre kell, hogy állj. Ezért gondoskodok róla, hogy még éjszaka is körülöttem forogj, hogy biztosítsd számomra a figyelmet, a bizalmat, a csodálatot. Irányítalak és manipulálnak. Te már alszol, és én egyszer csak forgolódni kezdek az ágyban. Felébredsz, és megkérdezed, hogy mi a bajom. Miért nem tudok aludni? Tévedsz, kedves. Én tudok aludni, de most nem akarok. Kell a figyelmed, az aggodalmad, a sajnálatod, az önfeláldozásod. Ezt várom tőled, és te meg is adod nekem. Majd röviddel azután, hogy felkeltettelek, és elég energiát adtál nekem, elégedetten el fogok aludni. Te fent maradsz. Fent maradsz, mert kiment az álom a szemedből, és most te forgolódsz. Egy ideig ezt tűröm, majd dühösen felpattanok, és veszekedni kezdek veled. Veszekszek, hogy miért nem hagysz aludni. Te védekezel, szégyelled magad, lehet, hogy dühös is leszel. És nekem pont ez kell. A dühöd, a haragod, az értetlenséged. És ha úgy döntök, hogy a másik szobában fogok aludni, akkor még meg is büntetlek, és csendeldedlek. Látod? Én mindig feletted állok. Úgy irányítalak, mint egy bábot. Okot adok arra, hogy szégyeld magad, hogy hibáztasd magad, és okot adok arra, hogy újra keresd a kedvem, hogy hízelegj, hogy én majd nagykegyesen megbocsáthassak neked. Ez az én grandiózitásom. Holnap éjszaka majd mást fogok bevetni. Talán nem jövök haza időben, hogy nyugtalan legyél, hogy aggódj miattam, hogy folyton telefonálj, hogy hol vagyok, hogy mi van velem, hogy mikor megyek már. Igen, ez jó, ez kell. Úgy megpróbálom, úgy irányítalak otthon, ahogy én akarlak,
a távolból manipulálok téged, mert mindenható vagyok, és a manipulációm, az akaratom mindenhova elér. Szóval én jól érzem magam a barátaimmal, te hívogatsz, és én úgy döntök, hogy kikapcsolom a telefont. Nem engedhetem meg, hogy számon kérj. Nem engedhetem meg, hogy felelősségre vonj. Nem engedhetem meg, hogy befolyásolj és utasíts. Se nappal, se éjjel nem irányíthatsz engem. Ha úgy döntök, hogy beteg leszek, akkor kötelességet, hogy ápolj. Ha úgy döntök, hogy félelmet keltek benned, akkor félj. Ha úgy döntök, hogy éjjel enni akarok, akkor adj ennem. Hidd el, nem szeszélyből teszem. Pontosan tudom, hogy milyen az energiaszintem, és azt is, hogy mikor kell pótolnom. Minden helyzetet elemzek, mindent pontosan kiszámítok, megtervezek, hogy a legnagyobb és legjobb eredményt érjem el. Nem véletlen, hogy nem tudsz aludni. Nem véletlen, hogy folyton fáradt vagy. Nem véletlen, hogy ideges vagy miattam. Amióta velem vagy, sohasem tudtál aludni. Az állandó szorongás és készenlét, ami benned dúl, az nem engedi meg a lazaságot. Tudatlanul is felkészültél az előre nem látható manipulációimra. Felkészültél a félelemkeltéseimre, és felkészültél arra, hogy szolgálj engem. És ez így van jól, ez így helyes. Tudom, látom, tapasztalom, hogy fáradt vagy. Tapasztalom a fáradtságodat, de ez engem nem indít meg. Ez a dolgod. Nekem kell adnod az energiádat, és hogy te azt hogyan pótolod, az engem nem érdekel. Nekem az a lényeg, hogy a rendelkezésemre állj, és minőségi ellátást szolgáltass. Hát nem csodálatos feladat? Érzed a megtiszteltetést, hogy fő forrásommá tettelek? De ne feledd. Mert ez a poszt is múlandó lesz. Legalábbis a te számodra. Ha nem szolgálsz, ha nem jó energiát adsz, ha nem vagy fontos a magad számára, ha nem engedelmeskedsz maradéktalanul, akkor leértékellek, megbüntetlek, lekicsinyellek és lecserélek. Valaki másat állítok a helyedre. Olyat, aki még friss, üde, aki számára én leszek a legfontosabb. Te pedig beállhatsz a tartalékok sorába. Kezd el nagyon fáradt lenni, látom. Megemlítem a számodra, hogy fel kellene keresned egy orvost, és feliratni valami gyógyszert. Hát, ha javít az állapotodon. Aztán, amikor elmész, felháborodok. Felháborodok, mert nem kérdezted meg, hogy melyik orvost ajánlom, és felháborodok, mert nélkülem mentél el a rendeléssel. Megpendítem, hogy milyen drága gyógyszert írt fel neked, és hogy ez mennyire megterheli a családi kasszát. Lelkiismeret furdalásod lesz, és csak minden harmadik nap fogod szedni a gyógyszert, hogy tovább tartson és kevesebbe kerüljön. Minden igyekezeted ellenére egyre többet fogod hallani tőlem, hogy túl sokat alszol, hogy nem végzed el rendesen a munkádat, hogy elfelejtesz mindent, hogy nem lehet veled értelmesen beszélni, hogy indokolatlanok a dükkitöréseid, hogy kezelhetetlen lettél, és csak a károdra van az a rengeteg gyógyszer, amit szedsz. És te már nem tudod ekkor, hogy mit csinálj. Bárhogy döntöl, sehogy sem jó. Igyekszel, de nem tudsz megfelelni. Eldobnád a gyógyszert, de már függőjévé váltál. Nem oldódott meg a problémád, csak egyre több lett. Fáradt vagy.
Felkelsz, kivászorogsz a konyhába, és enni kezd el. Azt hiszed, hogy ettől több erőd lesz. De ezzel csak hízni fogsz. És már azt is hozzád fogom verni, hogy milyen kövér vagy. Mert nekem te fontos vagy. Mert én vigyázok a te egészségedre. Nem úgy, ahogy te.